Mielőtt még kipróbálnánk, hogy milyen is egy közös relaxáció, gondoltam, hogy előtte pár dolgot mondanék róla, hogyha valaki esetleg még nem próbált relaxációt sosem, hogy milyen hatásai, milyen részei vannak egy relaxációnak. A jógaoktatóként számtalanszor tapasztaltam rá, hogy mennyire hasznos a relaxáció a jógázók számára is. Ugye hallottunk a jóga különböző aspektusairól, ugye ide tartozik maga a testgyakorlatok végrehajtása, a légzőgyakorlatok és a meditáció is, és mindezekben rendkívül sokat segít a relaxáció. Hát, hogyha belegondolunk, akkor egy legegyszerűbb testgyakorlatot is nagyon-nagyon nehéz végrehajtani úgy, hogyha zaklatott az elménk, vagy tele van feszültségekkel a testünk. Illetve, hogyha meditálni szeretnénk, abban is nagy segítség, hogyha nyugodt az elménk, sokkal könnyebben tudunk fókuszálni a meditáció tárgyára, mint zaklatott elmével, és mindezekhez nagyon jó felkészítő a relaxáció. Ezen kívül segít abban is, hogy egészségesek legyünk, meg legyen a vitalitásunk, és abban is, hogy tudatossá váljunk. Ugye egy jóga órán is fontos az, hogy tudjuk követni azt, hogy mit mond az adott oktató, hogy hogyan helyezzük el a testrészeinket, hogyan lélegezzünk. Fokozatosan ezekre megtanulunk figyelni. Ami azért is fontos, mert így tudnak megfelelően érvényesülni majd a jógapózoknak a hatásai, kedvező hatásai, hogyha megfelelően hajtjuk őket végre. Tehát ebben is tud nekünk segíteni a relaxált, nyugodt állapot, hogy tudatosságunk fejlődjön. Tudatosak lehetünk idővel arról is, hogy milyen érzetek keletkeznek testünkben, ezáltal elkerülhetjük a sérüléseket is, illetve érezzük testünk határait tudatosan, tehát ezzel megelőzhető számos probléma. Hogyha tudatosak vagyunk, akkor ugye a meditáció is sokkal könnyebben megy, ami a fő téma ugye a mai konferencián. Ugye ez a jóga legfontosabb elemeként a teljes elmerülés, a szamádi és tiszta odaadás felé vezeti a jógit. Tehát ehhez fontos a relaxált tudatállapot. Egy rövid definíció így összefoglalásként, hogy mi a relaxáció. A teljes test és az anyagi tudat mély pihentetéssel és egyfajta meditációval, tudat irányításával létrehozott ellazult állapotát relaxációnak nevezzük. Ugye a relaxáció során elengedünk minden felesleges izommunkát, gondolatot és aggodalmat. Kivitelezése a relaxációnak, illetve hatása három szinten valósul meg, ezekről a korábbiakban is hallhattunk már. A látható durva fizikai test szintjén, finom fizikai test szintjén és lelki szinten, ami már átvezet a meditáció területére. Most ezekről egy picit részletesebben. Az első szint a durva fizikai testnek a relaxációja. Hullapózban, szanszkritul savászanában történik, ez egy háton fekvő helyzet. Itt tudjuk legkönnyebben ellazítani valóban minden izmunkat, testrészünket, szerveinket. Autoszuggesztiós parancsok segítségével a test minden egyes részét szisztematikusan ellazítjuk, ami történhet általában lentről fölfelé, vagy föntről lefelé is. Az egyik része az aktív relaxáció, amikor megfeszítünk egy adott izomcsoportot, majd ellazítjuk. És ezáltal meg tudjuk tapasztalni, hogy mi a különbség a feszült és az oldott állapot között, majd ezt is ki fogjuk most próbálni hamarosan. Másik része, amikor csak mentális utasításokat küldünk az izmainknak, végtagjainknak, törzsünknek, hogy el tudjuk lazítani. Ilyenkor már nem mozdítjuk, csak a tudatunkat irányítjuk az adott területre. A belső szerveinket is el tudjuk lazítani a relaxáció által, tehát nagyon pozitív hatásai vannak minden szervrendszer, így az emésztőszervekre, légzőrendszerre, az idegrendszerre, a hormonrendszerre, szív- és érrendszerre is, tehát ezeket is pihenteti, megnyugtatja.
és segít megőrizni vitalitásukat. Tehát a relaxáció egy olyan módszer, melyben tudatosan meg tudjuk szabadítani magunkat a feszültségektől, azáltal, hogy megtapasztaljuk valójában, hogy mi a feszült és az oldott állapot közti különbség. Ugye, ha belegondolunk, a hétköznapunkban sokszor vagyunk feszült állapotban, anélkül, hogy észrevennénk, akár hogyha rosszul tartjuk magunkat egy rossz széken, vagy a hosszú ülőmunka után, vagy csak egyszerűen a stressz hatására az ember úgy fölhúzza a vállait. Tehát fontos ezen a téren is tudatosnak lennünk a hétköznapokban is, hogy próbáljuk ezeket a feszültségeket elengedni, alkalmazni majd a relaxációt. És a második szint az a szellemi, mentális vagy finom fizikai szintű relaxáció. Ilyenkor a légzésünket, tudatunkat először a légzésünkre irányítjuk, és azáltal, hogy a légzésre figyelünk, ezt ki lehet majd esetleg próbálni, hogy automatikusan megnyugszik a légzés, csak hogy figyelünk rá, még nem akarjuk befolyásolni, de a figyelés által megnyugszik. És ez az elmére is természetesen nyugtató hatással van. Aztán megpróbálunk elszakadni minden külső zajtól, elengedünk negatív gondolatokat, és figyelmünket befelé fordítjuk valódi énünk felé. Ezután, a folyamat után szokott következni a dúra fizikai szintű relaxáció, amiről az előbb beszéltem. Majd, ha ez megtörtént, akkor az elme számára pozitív élményt nyújtó vizualizáció következik. A vizualizáció jelentősége két síkon érvényesül. Az egyik, hogy az elme számára egy pozitív élményt szeretnénk ilyenkor nyújtani, ami történhet azáltal, hogy kapcsolatba hozzuk az öt elemmel. Földdel, vízzel, tűzzel, levegővel, éterrel. Tehát például, hogyha víz csobogására gondolunk, vagy egy kellemes napsütésre, lágy szellőre, ezek mind nyugtató, kellemes hatással vannak ránk. A másik jelentőség pedig az, hogy átvezet a lelki megértésnek a talajára. Ebben az esetben a víz felszíne allegorikus értelmet nyer, az elménknek és gondolatainknak birodalmát fogja jelképezni. És a harmadik szint az a lelki meditáció, ami már nem annyira egy ellazult állapot, hanem inkább egy aktív és pozitív meditatív állapot. Ebben az állapotban az ember saját anyagi testtől különböző transzcendentális önvalójával azonosul, ébrezgeti lelki öntudatát. Ezt tudnunk kell, hogy ennek a szintnek a gyakorlása nélkül nem teljes a relaxáció, bár elérhetünk némi testi, szellemi kiegyensúlyozottságot, frissességet, belső békét, de ha azt szeretnénk, hogy az eredmény tartós legyen, akkor érdemes a relaxációnak ezt a lelki szintjét is gyakorolni. Ilyenkor általában tóhoz hasonlítjuk az elménket, ami elfedi eredeti énünket, és ahogy haladunk eredeti énünk felé a relaxáció során, hátrahagyjuk a fizikai testet, hátrahagyjuk az elmét, az általa felvett szokásokat, az anyagi önazonosítást. Például ha azt mondom, hogy sovány vagyok, kövér vagyok, fiatal vagy idős, hogy világban felvett szerepeinket, anya vagyok, apa vagyok, tanár, és haladunk az önvaló megértése felé. Ez az anyagi léttől elkülönült állapot. Mindaddig, amíg nem tudunk túllépni azon, hogy a testünkkel és mentális működéseinkkel azonosítjuk magunkat, addig részünk lehet a múló boldogság és boldogtalanság folyamatos váltakozásában. Zavart okozhat életünkben a születés, a betegség, az öregség, a halál, a félelem, a gyűlölet, az éhség, szomjúság. Tehát mindezektől, hogy megszabaduljunk, ezt a lelki meditációt is érdemes gyakorolni. A harmadik szinten történő lelki szférák felé való fordulás Isten és a lélek természetének és kapcsolatának megértése valójában már egy elkülönült állapot, azaz kapcsolat a transzcendenssel.
Ilyenkor testünket, elménket és azok működéseit kívülről, mint egy tanúként szemléljük. Miért is kedvező ez számunkra, ha tanúként tudunk nézni akár saját életünkre? Azért, mert egy kis gyakorlással már indiferenssé válhatunk a külső zavaró tényezőkkel szemben, és kedvező mások számára is, mert megtanulunk minden élőlényt testüktől, cselekedeteiktől függetlenül látni, lelki lényekként. Erről a lelki látásmódról ír a Bhagavad Gita is. Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenlőnek látják a tanult és szelíd brámanát, a társadalom szellemi vezetőit, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevőt a kaszton kívülit is. Tehát aki igazán bölcs, az nem lát különbséget az alapján, hogy más anyagi test van. Hogyha ezt a látásmódot el tudjuk sajátítani, nem csak a relaxáció alatt, akkor ezt nevezhetjük lelki tudatnak is. Ehhez fontos a relaxáció és a meditáció rendszeres gyakorlása, hogy ezt a lelki tudatot elérhessük. Kívánom önöknek, hogy sok lehetőségük legyen erre, hogy gyakorolják akár a relaxáció, akár a meditáció folyamatát. Ennyi lett volna az előadás, köszönöm a figyelmet, és akkor most kezdődhet majd a gyakorlat, de előtte még pár szót arról, hogy biztos tudják, illetve említettem is, hogy háton fekve szoktunk relaxálni, de most ebben a teremben erre nincsen lehetőség, vagy így lehet ülni, igen, törökülésbe. De ez nem probléma, hiszen egy jóga órán is, hogyha jártak már, ott is ülve szoktunk az óra elején ráhangolódni az órára, vagy az óra végén is ülve engedjük el magát az órát. Ilyenkor annyit kell tudni, hogy nem tudunk ellazítani majd minden izmot, hiszen akkor valahogy így ülnénk. Jó, hanem szépen megtartjuk a hátban majd a nyújtózást, tehát a hátizmok és a nyakizmok azok aktívak lesznek. Érdemes ilyenkor úgy ülni, hogy így végigülni a széken, hogy teljesen a hátat meg tudja támasztani a támla, és hogy lent legyen majd a talp is. Tehát helyezkedjünk el úgy, hogy csípőszélesen legyenek a lábak, az nagyjából legkényelmesebb. Párhuzamosan a lábfejek, talpak a talajon. A kezek lehetnek az ölben, vagy tenyérrel fölfelé, vagy lefelé, ahogy kényelmesebb. Nézzék meg, hogy melyik a szimpatikusabb. Jó, megtartjuk a hátnak a nyújtózását. Fejtetővel is fölfelé figyeljünk, hogy a tarkó is nyújtózzon. És leengedjük a vállakat el a fülektől, engedjük, hogy belesimuljanak a lapockák a hátunkba. Keressük meg testünkben a szimmetrikus helyzetet. És ezt a szimmetrikus helyzetet próbáljuk majd megtartani a relaxáció alatt. Hunyjuk le szemünket. Lassan figyelmünket irányítsuk légzésünkre. Mély hasi légzéssel szívom be a levegőt. Érzem, hogy belégzés közben nyugalmat és energiát szívok magamban. Kilégzéskor ez a nyugalom és energia lassan szétárad egész lényemben. Csak a légzésemre figyelek. Lassan elengedem a külvilágot. Pihenni szeretnék. És kinyitni szívem az új és lelkemet építő dolgok iránt. A külső zajok egyre lényegtelenebbé válnak számomra. Érzékeim lényem belseje felé fordulnak. Minden jól és rendben van. Egyszerűen csak létezem, hagyom a külső világ folyását.
Felkészülök belső utazásomra, amely a megismerés teljesen új dimenzióit tárja fel számomra. Figyelmemet jobb lábfejemre irányítom. Lazán megmozgatom lábujjaimat. Majd belégzéssel behajlítom őket, és a sarkat a földön tartva megemelem lábfejemet. Majd kilégzéssel lazán visszaengedem a talajra. Ezután lábfejemet lazán tartva, jobb lábamat belégzés közben csípőből megemelem 5 centire. Kilégzés közben lassan visszaengedem. Ezután a bal lábfejem következik. Lazán megmozgatom lábujjaimat, majd belégzéssel behajlítom őket, és a sarkat földön tartva megemelem lábfejemet, majd kilégzéssel lazán visszaengedem a talajra. Ezt követően lábfejemet lazán tartva, bal lábamat belégzés közben csípőből megemelem 5 centire, majd kilégzéssel visszaengedem a talajra. Következő belégzésemre megfeszítem farizmaimat és minden csípő körül izmomat, majd kilégzés közben ellazítom őket. Alsó végtagjaim ellazultak, megtapasztaltam bennük a feszült és az oldott állapot közti különbséget. Figyelmemet a jobb kézfejemre irányítom. Belégzéssel jobb kezemet ökölbe szorítom. Kilégzés közben ellazítom. Következő belégzésemre jobb kezemet lazán tartva megemelem a jobb vállat. Majd kilégzés közben visszaengedem. Figyelmemet most bal kézfejemre irányítom. Belégzéssel bal kezemet ökölbe szorítom. Kilégzés közben ellazítom. A következő belégzésre a bal kezemet lazán tartva megemelem bal vállamat, majd kilégzés közben visszaengedem. Figyelmemet most a törzsemre irányítom. Belégzéssel kiemelem a mellkasomat, kilégzéssel pedig domborítom hátamat, majd visszatérek a normál helyzetbe, megtartva gerincemben a nyújtózást, mintha csigolyáim távolodnának egymástól minden belégzéssel. Ügyelek arra, hogy megmaradjon a helyes tartásom, de a felesleges feszültségeket elengedem hátamból. Ezután fejemet kilégzésre előre, belégzésre pedig hátra mozdítom. Majd középen megpihentetem, a tarkót is egyenesen tartva. Nyakizmaimból is elengedek minden felesleges feszültséget. Belégzéssel nyelvemet hátra fordítom, nekifeszítem szájpadlásomnak, majd ellazítom. Belégzéssel arcom minden izmát orr középponttal egy nagy fintorba feszítem, majd elengedem.
ellazítom egész lényemet. Érzem, ahogy sejtjeim milliárdjai megpihennek. Nyugalom és béke hatja át a mindenséget. Anélkül, hogy végtagjaimat megmozdítanám, ellazítom lábujjaimat, lábfejemet és a talpakat. Érzem a lazulást, az oldódást. Egész lábfejem tökéletesen ellazul. Ellazítom mindkét bokámat, majd lábszáramat. Érzem, ahogyan izmaim, szalagjaim, szöveteim, sejtjeim egyre lazábbak és lazábbak. Ellazítom a térdeket, combjaimat, a csípőt és farizmaimat. Érzem a melegséget, a feszültségek oldódását. Alsó végtagjaimat tökéletesen ellazítottam. Ellazítom ujjaimat, kézfejeket és a tenyereket is. Érzem a bizsergést, a feszültségek oldódását. Mindkét kezemet tökéletesen ellazítottam. Ellazítom alkarjaimat és könyökömet. Érzem az izmok, a szövetek és a sejtek tökéletes oldódását. Ellazítom felkarjaimat és vállaimat. Érzem a lazulást, a melegséget. Mindkét karom tökéletesen ellazult. Figyelmemet medencém területére irányítom. Ellazítom nemi szervemet, úgy hólyagomat és beleimet. Érzem, hogy a bőr felülete is ellazul e területen. Az oldódás és a nyugalom hatja át medencém legalsó részét. A medencém és az e területen lévő belső szerveim is tökéletesen ellazultak. Ellazítom gyomromat, májamat, hasnyálmirigyemet és veséimet. Érzem, ahogy a napfonatból, szervezetem energia központjából friss, regeneráló energia sugárzik e szerveimbe. Érzem a feltöltődést, az életerő szabad áramlását. Gyomrom, májam, hasnyálmirigyem és veséim is tökéletesen ellazultak. Ellazítom szívemet és tájékát, e fontos energiaközpontot. Érzem, hogy szívem egyre nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban ver. A szív önmagamnak, a léleknek és Istennek is a lakhelye, neki, aki minden szeretet forrása. Feltöltődve igyekszem minél több szeretetet nyújtani a külvilág felé.
Minél több szeretetet adok, lényem annál tisztábbá és nemesebbé válik. Ellazítom tüdőlebenyeimet is. Érzem, ahogy friss, oxigénnel teli vért juttat el testem valamennyi sejtjéhez. A szívem és tüdőlebenyeim is tökéletesen ellazultak. Ellazítom nyakam tövében elhelyezkedő pajzsmirigyemet és mellékpajzsmirigyemet. Érzem a rajtuk keresztül áramló melegséget. Ellazítom arc és állkapocs izmaimat. Arcbőröm sima, ajkaim lazán záródnak egymáshoz. Orromon keresztül pedig érzem a beáramló, friss, tiszta levegőt. Ellazítom szemgolyóimat és a körülöttük elhelyezkedő szemmozgató izmokat. Hagyom, hogy szemeim is tökéletesen megpihenjenek. Ellazítom agyféltekéimet, és eltávolítok belőlük minden feszültséget és negatív gondolatot. Gondolatban egy gyönyörű tó partjára képzelem magam. Ülök a vízparton, és gyönyörködöm a tájban. Arcomon érzem a szitáló vízpára simogatását, s a lenyugodni készülő nap sugarainak éltető energiáját. Egy lágy esti fuvallat felborzolja a tóvizét, így a tó mélye láthatatlanná válik számomra. A nap izzó korongja lassan eltűnik a zöldellő hegycsúcsok mögött. Megpihen a szél, és elsimul a víz felszíne. Végre láthatóvá válik a mély. E tó víztükréhez hasonlít elmém is, gondolataim birodalma. Ahogy a felszínen gondolat hullámaim elcsitulnak, egyre jobban láthatóvá válik a mély. Végre tükörsima elmém felszíne. Így elindulhatok lényem középpontja felé. Az úton, mint ahogyan ruháit veti le az ember, megszabadulok az elmém által diktált anyagi önazonosításaimtól, a világban felvett szerepeimtől, kötöttségeimtől. Minél közelebb kerülök eredeti lényemhez, annál tisztább és erősebb fény vesz körül minden irányból. Egyre nagyobb nyugalom, béke és boldogság hatja át egész lényemet. Én egy lélek vagyok, aki különbözik mind durva, mind pedig a finom fizikai testtől. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el.
Az egyéni lélek törhetetlen, feloldhatatlan, és sem megégetni, sem felszárítani nem lehet. Örökkévaló mindenhol jelen van, változatlan, rendíthetetlen, és örökké ugyanaz. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Ahogy az ember leveti elnyűt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Végre elérkeztem valódi énem középpontjába. A sugárzó fényben meglátom eredeti önmagamat. Más vagyok, mint a mindennapjaimban, de tudom, érzem, hogy én vagyok az. Magam mellett látom minden élőlény jó akaróját, a felső lelket, a mindenkinél korábban létezőt, aki a szeretet, az intelligencia és az energia kiapadhatatlan forrása. Merítkezem belőle, szerteszek mindarra, amiben hiány szenvedek. Lelki békét, szeretetet, odaadást nyerek. E forrás a felső lélek segítségével képes vagyok minden akadály elhárítására. Érzem, hogy valódi énem, az örökké való lélek, békésen, már megvilágosodva, néma tanúként szemléli az anyagi test és az elme birodalmának hullámzásait. A békét nem az éri el, aki igyekszi vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba. Érzem, hogy tökéletesen feltöltődtem energiával, tökéletesen kipihent vagyok. Tisztán látom helyzetemet és szerepemet ebben a világban. Lassan visszatérek fizikai testembe. Finoman megmozgatom végtagjaimat. Nyújtózom egy jó nagyot. Majd visszaengedem karjaimat ölembe. És lassan kinyitom szememet. Jó? Jöhet a villany. Remélem, hogy kellemes élmény volt, és tudtak figyelni, úgy azért is jó ülve relaxálni, nehezebb kicsit elaludni, úgyhogy remélem, hogy sikerült végig figyelni. Bármilyen kérdésük van esetleg, akkor a szünetben majd beszélhetünk. További szép napot mindenkinek!